Figyelem, figyelem, közhasznú értesítés következik. A Tea Glóriával című műsornak van egy Tea nézői klubja. Minden hónapban találkozunk. A törzsnézőink tudják, hogy ez hogy szokott történni, de szívesen várunk új klubtagokat is. Most május 12-én 15 órától 18 óráig találkozunk ismét, és egész közel a Calvin térhez, tehát könnyű lesz metróval is akár megközelíteni minket. Lesz bajai halászlé, finom, igazi, jó, zamatos, lesz túrós csusza, aki ezeket nem szereti, választhat mást is. Lesz orvos vendégünk, aki a gerincünk, csontjaink deformációjáról fog beszélni, sérvről, erről, arról, amarról, és az orvosi csontkovácsolásról. Lesznek művész vendégeink, Németh Mária színművésznő, és megismerkedhetnek, aki még nem találkozott vele személyesen, Uhrin Benedekkel. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, 12-én 15 órák, 5 órakor találkozunk. Aki szeretne jönni, az hívja a műsor állandó telefonszámát 0629 340 330. Kérem, hogy jelentkezzenek be azok, akik szeretnének jönni. 0629 340 330. És szeretettel üdvözlöm itt a stúdióban az UFO magazin főszerkesztőjét, Pusztai Sándort. Én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőjét. Úgy látszik, hogy világunkban nem fogynak a megmagyarázatlan jelenségek, mindig történik valami, esetleg annyiban változik, hogy mindig máshol. Úgyhogy szeretném, hogyha nekünk sok-sok titkot mesélne most el, mindazt, amiről mi nem tudunk, vagy keveset hallunk, hadd tudjuk meg öntől. Az a helyzet, hogy azért vagyok szerencsés helyzetben, mert az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy az egész világon ez az egész UFO kérdés, valamint az UFO-knak a látványa, az UFO-knak az valahol észlelése, az egy nagyon picit ilyen felfelévelő tendenciát mutat. Tehát ezelőtt néhány évvel azt lehetett mondani, ó, hát olyan kevés UFO-t látnak az emberek, meg lehet, hogy csak Juliska néni, meg Jóski bácsának a látomása. Aztán ezen elmosolyogtak az emberek, viszont napjainkban valóban annyi észlelés van, és talán éppen ennek következtően nagyon sok esetben újból a média elkezdett ezzel foglalkozni. De azért, hogyha az volt a kérdés, hogy milyen izgalmas dolog van szerte a világban, azt kell mondanom, hát az Amerikai Egyesült Államok, ugyan messze van Amerika, de hát azért jelen esetben mégiscsak közel jött hozzánk. A közel jött hozzánk pedig azt jelenti, hogy az elmúlt hét végén, tehát április, nem tudom, 28-ától egészen május 2-ig, tehát 4 napon keresztül az amerikai kongresszusban egy közmeghallgatást tartottak, és az a közmeghallgatás nem másról szólt, mint az UFO kérdésről. Az a helyzet, hogy különböző UFO-kutató szervezetek, tehát Amerikában működő UFO-kutató szervezetek meg tudtak győzni 5 szenátort, pontosabban 5 egykori szenátort, hogy vegyen részt egy ilyen meghallgatáson, és alkosson bármifajta véleményt az UFO kérdéssel kapcsolatban. Tehát ez nem azt jelenti egész pontosan, tehát nehogy a kedves nézők azt mondják, hogy persze itt bólogatni kellett a szenátoroknak, nem. Csupán az volt a kérés, hogy jöjjenek el, és azokkal, akiknek vélt vagy valós UFO észlelésük volt, vagy éppen tudományos igénnyel az elmúlt években foglalkoztak az UFO kérdéssel, azokat hallgassák meg, és ennek alapján alakítsanak ki valamilyen véleményt. Nos, azt kell mondanom, hogy az egész világon óriás érdeklődés kísérte ezt a közmeghallgatást. Annélkül, hogy politizálni szeretnék, azért, hogy a kedves televízió nézők tudják, hogy mi ez a közhallgatás, talán emlékeznek rá, hogy ezelőtt egy 2 hónappal az Amerikai Egyesült Államok szenátusa foglalkozott Közép-Európával, és Közép-Európában belül Magyarország kérdésével, mert azt mondták, hogy Magyarországon a demokrácia bizonyos csorbát szenved, és éppen ezért ebben az egy témakörben közmeghallgatást tartottak, és 2 magyar
képviselő, az egyik az Európai Parlamentben levő Szájer József, mint mi képviselő, a második pedig az igazságminisztériumnak az államtitkára, ment ki erre a közmeghallgatásra, és számolt be a magyar demokráciáról, ami azért közel sincs olyan helyzetben azért, amiért az Amerikai Egyesült Államokban ezt beállították. Mindezt a történetet csak azért mondtam el, hogy az Amerikai Egyesült Államokban nem ritka az ilyen közmeghallgatás, és ahogy korábban, mint mondtam, a demokráciáról, más alkalommal a gazdasági kérdésekről, most jelen esetben az UFO-król tartottak egy ilyen közmeghallgatást. Ez azt jelentette, hogy mintegy 25 olyan személy, nagyrészt azért vagy egyetemi tanárok voltak, vagy mérnökök, vagy éppen űrhajósok, akik részt vettek ezen, akik elmondták azt, hogy milyen fajta észlelések voltak, vagy milyenekről tudnak, amik az elmúlt években vagy évtizedekben történtek. Nos, akkor volt a figyelem, hogy az egész világon interneten ugye ezt lehetett végigkövetni. Egy biztos, hogy az az öt szenátor, aki ezt meghallgatta, a végén ugye nem azzal álltak fel, hogy hurrá, ufok már pedig vannak, de mindenképpen az volt a dolgoknak a lényege, hogy tájékoztatják részben az Egyesült Államok kormányát, részben magát az elnök urat, hogy az UFO kérdéssel hivatalosan is foglalkozni kell. Ez azért fontos, mert azért, hogyha megnézzük, és azt hiszem ebben a televíziós műsorban már hasonlóról beszélgettünk, és ha már itt vagyok, hogy televíziós műsorban, engedd meg, Glória, hogy szeretettel gratuláljak, hiszen úgy tudom, a jövő héten már a 300. Hát köszönöm szépen, hogyha lesz. Neked már csiripelték a veredek. Akkor most még a 299-nél tartunk, de azért ezek között már jó néhányszor beszélgettünk az UFO kérdésről. Nos, tehát és ezeknek a beszélgetéseknek kapcsán azért szóba került már azért, hogy Brazíliában, Argentinában, Hollandiában, valamint Nagy-Britanniában odáig ment az UFO kérdésnek az elismertsége, hogy a kormányok hivatalosan és nyilvánosságra hozták mindazokat a dokumentumokat és eseteket, amelyek részben a polgári titkosszolgálatoknál, vagy éppen a hadseregnél, katonai titkosszolgálatoknál megtalálhatók voltak, tehát a nyilvánosságot teljes mértékben kielégítették, vagy legalábbis annak az információnak. Nos, ezért küzdenek végül is az Amerikai Egyesült Államoknak a UFO-k iránt érdeklődő tagjaik. Ennek egyik része volt ez a meghallgatás. És ha már itt vagyok, azt is hadd mondjam el, hogy Magyarországon is nemrég volt egy ilyen kezdeményezés. Ez pedig az, hogy a Magyar UFO Kutató Szövetség, amelyet hát valószínűleg jó néhányan ismernek már, az elmúlt hónapban levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek. És ennek a levélnek az volt a lényege, hogy a magyar kormány is foglalkozzon az UFO kérdéssel, gyakorlatilag állítson fel egy olyan bizottságot, amelyik, ha nem is azt mondom, hogy elismeri az UFO-knak a létét, de egy olyan tudományos igénnyel felvértezett emberekből álljon ez a bizottság, amely esetleges teljesen, bejelentéseket lehessen hova tenni? Valóban, teljesen objektíven el tudja érni, vagy meg tudja ítélni, hogy Magyarországon voltak UFO-k, vagy van UFO kérdés, vagy nem. Azt kell mondanom, hogy Orbán Viktor még nem ért, vagy nem hozott létre ilyen bizottságot. Egy biztos, hogy a levélre válaszolt. A levél válasza pillanatnyilag az volt, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak illetékeségi körből átadta ugyanezt a levelet. Nos, akkor most várjuk éppen a Honvédelmi Miniszternek a kérdését. Hát végül is igazán az ő hatáskörül, gondolom. Kétségtelen, hiszen így is fogtuk fel, hiszen nagyon sok UFO észlelés éppen hivatásos katonáktól voltak. Olyan UFO esetekről kaptunk információt, amelyek a katonaság keretén belül zajlott. Nos, tehát ennek semmi, tehát ebből még nem azt következtetés vonjuk le, hogy a kormány lesöpört ezt a kérdést. Várjuk éppen a miniszter úrnak a levelét. Esetleg ebből a mostani számból lehet erről is olvasni? Kétségtelen van benne egy olyan írás. Pataki Attilával készült egy interjú, és a Pataki Attila is kitér erre a kérdésre. Ő saját maga, akinek valószínűleg a kedves nézők tudják, tehát az előadó művészről, az énekesről van szó, tehát az egy együttesnek a tagjáról, akinek saját magának 10 éves korában UFO észlelései voltak, és éppen ezért a mai napig kiáll emellett az ügy mellett. Többek között erről a ominózus levélről is, vagy levélváltásról is. Hát ez nagyon érdekes, és én mindig azt mondom, hogy
tényleg nem hinni, meg nem hinni kell benne, beszélni róla. Minél több információs csere, és ettől csak okosabbak leszünk, a fejünket a földbe dugni, hogy már pedig az ott biztos nincsen, hiába látom. Ez sem egy jó hozzáállás. Hát, kicsit. És, na, kinyitottam, és milyen egzotikus dolgokról olvasok a kenguruk földjén. Csak nem a kenguru kis ufókat láttak. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy biztos a kenguruk is láttak ufókat, csak éppen őket hiába kérdezem meg, vagy kérdezzük meg, valószínűleg olyan nyelven adnak rá választ, amit mi nem értünk. Ebben a számban azt kell mondanom, hogy beszámolunk kétségtelen tény jó néhány ausztráliai UFO esetről, méghozzá olyan esetekről, amelyik Ausztráliának az Új-Zéland felüli oldalán, tehát partjai mentén történt. Az a helyzet, hogy valamikor a 60-as években, akkor még úgy mondták, hogy diszidált egy magyar házaspár, ma már azt mondanánk, hogy ugye a szabadságot választotta az időszakban, és addig, vagy az ott levő tartózkodásuk alatt, ma már nyugdíjas házaspárról van szó, de azért az elmúlt évtizedekben tapasztalt, látott, azonosított a repülő tárgyakról, fényjelenségekről, gömbökről komoly feljegyzést készített, szinte több tucat könyvre való kézzel írt dokumentumot küldött el nekünk a szerkesztőségnek, amelyből kiválogattunk egy csokorra valót, amelyek között természetesen akár még idegenek is voltak, tehát olyan fajta UFO észlelések, amelyekben kis szürkéket láttak, tapasztaltak. Hát ez nagyon érdekes, és ezek szerint lehet azt mondani, hogy tényleg a világ bármely pontján felmerülhet, felláthatók? Felbukkanhatnak? Abszolút így van, hiszen miért gondolnánk, hogy a Földnek csak egy bizonyos pontja érdekli az idegeneket? Miért pont mondjuk csak Európába, miért pont mondjuk csak az Amerikai Egyesült Államokba, vagy miért pont mondjuk Afrikába mennének? Az kétségtelen tény, hogy időről időre, mint hogyha egy-egy területek, egyes országok, vagy egyes földrészek valamilyen ok miatt kiemelt figyelmet fordítanának erre az idegenek, de gyakorlatilag a Föld csak nem valamennyi pontjáról már érkeztek különböző beszámolók. Hát ez nagyon érdekes, ezt nem mondom önöknek, hogy menjenek el Ausztráliába, és önök is lessenek meg ufókat, de sokkal egyszerűbb olvasgatni róluk, és megnézni, hogy vajon mit mondanak mások. Számos más érdekes cikk is van, például egy új sorozat indult alapban. Kétségtelen, akkor, amikor UFO kérdésről beszélünk, akkor az embereket általában persze, hogy érdeklik az eltérítések, tehát, hogy az idegen civilizációk tagjai mikor, hol találkoztak emberekkel. Azonban nagyon sok olvasónk az iránt érdeklődik, hogy ezeknek az idegen űrhajóknak milyen lehet a kinézete, milyen lehet a meghajtó szerkezete. Az ott levő idegenek hogyan alszanak benne. Igen, egyáltalán az emberi dolgokra vagyunk kíváncsi. Mármint az emberi dolgokra, azokra, amelyek ugye jelen esetben idegen vajon dolgokra vagyunk. Vajon csinálják? És kétségtelen egy magyar szerző szinte egy évtizedes munkáját, amit összegyűjtött különböző információkat, és aztán saját maga végiggondolt ezt a dolgot. Tulajdonképpen az idegeneknek, vagy éppen az űrhajóknak a technikájáról, technológiájáról írt egy rendkívül hosszabb anyagot, amelyet mi úgy gondolunk, hogy ebben az időszakban, vagy ebben az idejében végig közölni fogunk, méghozzá úgy, hogy mondjuk a lap középső részén, ezáltal, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem tudom, 6 vagy 8 hónap után, mikor vége lesz az anyagnak, ő ezt össze akarja gyűjteni, akkor szinte csak kiveszi a középső lapot, és akár még könyvként össze is rakhatja. Milyen rendesek, hogy szeretnek minket. Persze egy újság azért van, hogy az olvasóit szórakoztassa, meg ellássa hasznos információkkal, de akkor ez nekem nagyon tetszik, tehát akkor azt jelenti, hogy én itten kinyitom, megnézem, hol kezdődik, az és pontosan tulajdonképpen kiemelem a tűzőgépből. Szépen kihajtja, természetesen nem tépi finoman, mert utána még össze is kell tűzni. Vagy azt is lehet, hogy szépen összegyűjtik magát a mindenkori újságot. Nekem van már egy ilyen magas tószom. Örömünkre szolgál. Na most ezeket a cikkeket azért mi nők is kíváncsiak vagyunk. Azt szokták mondani, hogy az UFO-k iránt inkább a férfiak érdeklődnek, de én szerintem ez nem igaz. Ezt mi is megértjük, ezeket a cikkeket? Azt kell mondanom, hogy ez egy tévhit csak.
Ugyan az elmúlt napokban, vagy hónapokban nem készítettünk felmérést, ez legalább 3 vagy 4 évvel ezelőtt történt, amikor megkérdeztük az olvasóinkat, hogy mit szeretnének olvasni, meg hogy egyáltalán kik az olvasók, és bármilyen hihetetlen, azért mintegy 5%-kal több női olvasónk volt. Mint férfi. Ezt azért azt mutatja, hogy a nők előszeretettel forgatják az ilyen típusú lapokat. Valószínűleg ez összefügg azért azzal, hogy a lapnak azért csak mindegy fele UFO kérdés. A másik fele azért az ezoterikával, parapszichológiával, más egyéb megmagyarázatlan jelenségekkel foglalkozik, amelyet azért kifejezetten érdekelnek a nők. De azt kell mondanom, hogy de hát az UFO esetek kell való foglalkozás azért az nem csak férfiak privilégiuma, tehát nők ugyanígy szívesen látják, szívesen olvassák ezeket az írásokat. És hát azért olyan információk is vannak benne, hogy mikor van egy kongresszus, hol van egy kiállítás, most is segítenek ebben, ahol nyilvánvalóan hasonló témával foglalkozik a kiállítás. Itt éppen egy interaktív kiállításról van szó, lehet tudni, hogy az mit jelent? Hogy az a helyzet, hogy gyakorlatilag egy fél éve van itt Budapesten, ez tulajdonképpen egy színház. Nem is rejtik, nem is titkolják, hogy ez a kiállítás itt össze van kapcsolva egy látványszínház bizonyos színházi szerepekkel, bizonyos táncjátéki szerepekkel. Tulajdonképpen az egyik magyar táncegyüttes, rendkívül népszerű táncegyüttes, csak nem szeretnék itt a reklámmal élni, gondolta úgy ezelőtt egy évvel vagy fél évvel, hogy színpadra állít egy képzeletbeli múzeumot. Olyan, mintha ez egy UFO múzeum lenne, egy UFO hangár lenne, és amit ott lehet látni, azokat eljátszák, mintha ott múzeumőrök lennének, vagy éppen orvosok lennének. Tehát egy szórakoztató. És ez egy egyórás szórakoztató előadás. Na, hát például ezért is kell az UFO magazint forgatni, hogy ilyen érdekes dolgokat, így kell forgatni. Ilyen érdekes dolgokról is hírt kapjanak, illetve nézzék rendszeresen a mi műsorunkat, ahol havonta szoktunk találkozni, és azért a legfrissebb hírekről mindig beszélgetünk. Kedves Sándor, van-e, amit még tudnunk kéne? Én azt elmondom, hogy akinek hiányzik egy-egy példánya, az nyugodtan fordulhat a kiadótokhoz, mert ti segítetek rajta, ez biztos. Aki ilyen témájú könyveket szeretne olvasni, azok is bátran kérjék meg a kiadót, hogy mit tanácsolnak, úgy tudom, hogy megjelentek világhálón, mindenhol, tehát bőségesen lehet információt kapni. Pontosan így van. Azért elhangzott, hogy mostanában előszeretettel fogunk foglalkozni a náci UFO-kkal. Az elmúlt hétvégén például azért voltam csak Lengyelországban, hogy ott egy úgynevezett légyfogó nevű olyan épületegyüttes néztem meg, amelyeket az egykori Németország hadiüzemként akart létesíteni, és aztán az angolok lebombázták. Ennek ellenére a legenda végül is az, hogy ott nem csak Fa-1 és Fa-2 rakétáknak a kísérleteit folytatták, hanem a náci UFO-knak is volt ebben a hangárban egy olyan felszálló helye, ahol kísérleteket lehetett folytatni. Nos, ennek a területnek nézünk mostanában egy picit utána, hogy természetesen utána a labba valamelyik következő számban részletesen közöljük. Köszönjük szépen! Sándor, egészségünkre, és visszavárunk! Kedvesek is! A ma embere fut, rohan, szalad, és igazán nem veszi észre, hogy a történelemnek ő maga is része. Velünk élő történelem című sorozatunkban olyan dolgokról beszélünk, ami egyszer, majd esetleg egy tankönyv, egy fejezete lesz, és tanulják majd a szorgalmas diákok, mi pedig most lehetőségünk van megélni. Vagy egy kicsit még a múltba is visszanézünk, ilyen lesz most következő kisfilmünk, hiszen arra emlékezünk, hogy 75 évvel ezelőtt Budapesten volt az eukarisztikus világkongresszus. És ebből a jubileumból kiindulva elkezdtek szervezkedni az emberek, hogy valamit megint csak kéne csinálni, és több résztvevővel, élén a Váci Egyházmegyével,
ismét világkongresszust szerveznek, hogy most a készülődés ideje van, hogy ez hogy is történik, mint is történik, kik csinálják, hogyan lehet ebbe a fiatalokat bevonni, erről szól következő kis filmünk.